fogom a kezed is vízekre áll. Érzem, hogy futnál velem. Nem tudom miért, de úgy zavatod, itt belül valami nekem. A mozgássérültek himnusza is felcsendült ma az Összefogás a mozgássérültekért alapítvány szokásos karácsony előtti rendezvényén a Három Kunár Hotelben. A programra olyan embereket hívtak meg, akik az otthonukból csak alig-alig tudnak kimozdulni. A célja ennek a rendezvénynek, hogy egymással találkozzanak, beszélgessenek, egy kellemes, jó hangulatú délután töltsenek együtt, és egy szint vigyenek ebbe a karácsonyi készülődésbe, hogy több boldogság, több öröm jusson osztályrészre külön a sorstársaknak. Rigóné Kis Éva kuratóriumi elnök köszöntötte a megjelenteket, elmondta, az alapítvány jelenleg azt tűzte zászlajára, hogy közösségi élményt teremtsen a mozgáskorlátozottak számára, hogy kimozduljanak otthonról és találkozhassanak egymással. Ez az alapítvány egy nagyon nagymúltú régi alapítvány. Jelen pillanatban a jelenlegi munkavállalás és jogszabályok alapján az eredeti célját egy kicsit módosítani kellett, hiszen elsősorban a munkavállalást kívánta segíteni. Most inkább arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a viszonylag az egészséges életmód, a sorsoknak a könnyítése, a közlekedés, a szórakozás, tehát egy kicsit a közösségbevonás, ez vált a fő céllá. Amikor elkezdtük, akkor alig néhány embert tudtunk arra egyáltalán rávenni, hogy otthonából kimozduljon. Az emberek, akár a hozzátartozók is, vagy a kivállalók is különféle módon viszonyulnak ezekhez a helyzetekhez, szituációkhoz. Van olyan, aki legszívesebben ki sem mozdulna, mert hogy a négy fal között biztonságban érzi magát, nincsen kitéve kíváncsi tekinteteknek. Van, aki meg erősen akarja, hogy ő is sokkal inkább élénkebb és mozgalmasabb társadalmi életet éljen, úgyhogy azt hiszem, hogy az elmúlt két év, illetve ez a harmadik év azt bizonyítja, hogy ez a megszólítás egyre sikeresebbé válik, és talán ebben az is közeljátszik, hogy a környezetünk is, akár itt ebben a városban, a középületekben, mindenhol, tehát nagyon előtérbe került az, hogy a mozgáskorlátozottak könnyebben tudjanak közlekedni. A karácsonyváró esemény vendége volt dr. Macsári Mária főorvos, aki 4 évtizede gyakorolja hivatását. Egy történetet mesélt el egy családról, ahol a szülők teljesen átalakították a házat, hogy mozgásában korlátozott gyermekük ne ütközön akadályokba otthon. Szeretetből tették mindezt, abból a belső indíttatásból, amely az egyetlen hatékony módja mások támogatásának. Libor Zoltán csak az önkormányzat munkatársaként mutatta be magát, majd arról beszélt, hogy egy város akkor működik jól, ha a gazdasági prosperitás mellett odafigyelünk a perifériára szorult embertársainkra. Az eseményen Rigóné Kis Évával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat téli időszakra tervezett megmozdulásairól is beszélgettünk. Természetesen lesz csomagosztás, lesznek karácsonyi ünnepek, lesz melegítő szeretett program, ahol ismertetlen kályhára fogunk gyűjteni. Ez az evangélikus templommal közösen Kis János lelkész úrral és Priti Katalin művésznek közreműködésével jövő héten hétfőn lesz, ahol szeretnék annyi pénzt összegyűjteni, hogy legalább 8-10 kályát tudjunk vásárolni a rászorulóknak. A hajléktalanoknak is érzékeny terület a karácsony, ilyenkor sokkal jobban érzik az elmagányosodásukat, és ez mindenféle módon meg szokott jelenni. Természetesen az intézményeinkben, a nappali melegedőinkben, az utcai gondozó szolgálatban is fokozott előfeszítéssel dolgozunk. Külön lesz karácsonyi ünnepségük, fognak ajándékot kapni, és igyekszünk olyasmit tenni a csomagjukban, amiben a téli zord időjárásban nagyon nagy szükség van. Ilyen például a kesztyű, a sál és a sapka, úgyhogy az idén is ez a csomag része lesz. Aki még idén ruhaadományt szeretne eljutatni a máltaiakhoz, az siessen, hiszen jövő hétvégéig tudnak ezzel foglalkozni. Ezt követően már kizárólag az élelmiszeradományok összerendezésére koncentrálnak. Szóba került a Rózsahölgyek hétvégi találkozója is. Úgy gondoltuk, hogy egy olyan hölgyet hívunk meg vendégül, akinek az élete az a mozgás, és egy olyan súlyos krízisen is átesett, mint egy agybelül gyulladás, azután is talpra tudott állni, és új célt, új utat keresett magának, ez szintén a mozgás világában. Úgyhogy találkoztunk az örökké életvédelem mostba Sarolta tájfutó világbajnoknőnkkel, és egy kiváló természetfotóssal, Klósz Bélával, akinek meg egy olyan harmonikus belső világát ismer
születik meg a képei általam egészen a párját ritkítja, és ez a kiállítás egészen a hétvégéig látható a megyei könyvtárban. A cél ismételten az adománygyűjtés volt természetesen, hogy annak a 12 gyereknek, vagy egy tucat gyermeknek, akiknek a rózsahölgyek segítenek minden évben, azok ehhez a programhoz ismételten adományokat gyűjtsünk, és köszönet Bruncsák András festőművésznek is a segítségét, hiszen a felajánlott képei is gazdára találtak, így biztosan nézünk a nyári programok elébe. Karácsony készül, emberek, szépek és tiszták legyetek!